Nem vagyunk egyformák, de egyben egyetértünk. Ha most vásárolunk hazai termékeket, azzal hazai munkahelyek ezreit védhetjük meg. A magyar termelők és a munkahelyek megvédése. Ahogyan az őszi kisfilmben is hallható, ez volt a célkitűzése a Magyar Termék Nonprofit Kft.-nek, amikor tavaly márciusban elindította kampányát, melyben az itthon előállított termékek vásárlására ösztönzik a lakosságot. A társaság első körben a világhálón népszerűsítette kezdeményezését, később aztán a programmal egyre szélesebb körben találkozhattak a vásárlók. Én azt gondolom, hogy egyedülálló a kampány abból a szempontból, hogy bárki számára ingyenesen elérhetővé tettük az üzemetet, aki itthon állít elő terméket. És ennek köszönhetően most már több mint 100 vállalkozás csatlakozott a mozgalomhoz, illetve üzletlánci partnereink is. Így a csatorna nem csak a Facebook, hanem gyakorlatilag az üzletláncok, a boltok bevásárló területei, tehát hogyha bemegyünk és szeretnénk választani egy magyar terméket a kínálatból, akkor ezt könnyebben tehetjük meg, mert a hashtag webbe hazait üzenet felhívásokkal találkozhatunk, illetve találkozhatunk az üzenettel online felületeken és most már tévékampány keretében is. Az üzenet pedig célba ért, a kezdeményezés hatására ugyanis újabb 30 cég csatlakozott a magyar termékvédjegyrendszerhez. Már több mint 180 vállalat használja a magyar termékvédjegyek valamelyikét, tehát a vállalkozói oldalról egyértelműen megmutatkozott az érdeklődés, a kampány, illetve az iránt, hogy ők szeretnék kiemelni a termékük azon tulajdonságát, hogy hazai, magyar, és érzik, hogy ez a fogyasztó számára nagyon fontos. Magyar zászlóval megjelölt hústermékek az egyik nyíregyházi hipermarketben. Ezt egy korábbi agrárminisztériumi döntés tette kötelezővé, az üzletlánc azonban alapvetően is nagy hangsúlyt fektet a hazai termékek megkülönböztetésére. Ennek meg is lett az eredménye, tavaly ugyanis ugrásszerűen emelkedett a magyar áruk iránti kereslet. Mindehez az is jelentősen hozzájárult, hogy az üzletlánc már évek óta kiveszi a részét az előállításból is. A magyar termékek közül a legnagyobb népszerűségnek a friss áruk örvendenek, és itt elsősorban szeretném kiemelni a húsárú területet, hiszen a magyar húsipar több évtizedes kiváló múltra tekint vissza, és ebben mi magunk is részt veszünk, hiszen a cégünk az egyetlen olyan élelmiszer kiskereskedelmi vállalat ma Magyarországon, amely saját húsüzemmel rendelkezik. Rendelkezünk egy húsüzemmel Bicskén, és tavaly november óta egy húsüzemmel Perbálon, és ezek az üzemek kiváló minőségű sertés és marha termékeket állítanak elő, és a beszerzésük legnagyobb része az Magyarországon történik, a kiváló minőségű sertés és marha húsok kerülnek be feldolgozásra ezekbe az üzemekbe. Nagyon népszerűnek számítanak emellett a pékáruk, a hazai tejtermékek, a tojás és az itthon termelt zöldségek, különösen a paradicsomot és a paprikát vásárolják sokan. A Vedd a hazait, védd a hazait kezdeményezés 2021-ben is folytatódik. A marketing szakemberek a bevont cégekkel karöltve új kampányt indítanak, melynek keretében ismét az interneten, a televízióban és a kereskedelmi üzletekben hirdetik a hazai termékeket. A cél az, hogy tovább erősödjön a tavaly elkezdődött folyamat, így az eladások számának növekedése megmentse a válság miatt bajba jutott hazai kistermelőket.